a reménytelenség menekültjei, mondta Rácz János történésznek egy egykori 56-os. Az országból csaknem 200 ezer ember ment el a forradalom után. Volt, aki a visszatérő szovjet tankok és a kiépülő Kádár rendszer elől távozott. Volt, aki részt vett a fegyveres harcokban. A külföldön új életet kezdő magyarok beilleszkedéséről, fogadtatásukról és lehetőségeikről Rácz Jánossal, a Veritas Történetkutató Intézet tudományos munkatársával beszélgettem. Aki a színfalak mögé néz, Pál Amanda. Emigráns vagy disszidens, hogyan nevezhetjük az 56-ban, 56 után Magyarországról távozókat? Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy fogalomnak a használatát megértsük, az valamilyen szinten kontextusba kell helyeznünk a történetet. Alapvetően, ha az emigráns és a disszidens fogalmaknak a tövét megnézzük, hogy mind a kettő latin fogalomból ered, ugye emigrare vagy dissedere. Az emigrare, és a migrare önmagában az egy kivándorlót jelent, kitelepült, hogy az E az a kivándorló, tehát egy kivándorlót jelentene latinul. A dissedere az kicsit bonyolultabb szó, ha valaki tud olaszul, az tudja, hogy a seder önmagában az ülni jelent, valahova leülni, átülni. A disszedere pedig, ha az ókori szövegeket nézzük, ezt az egyik veritászos kollégának, Ligeti Dávidnak köszönhetem, mert ő a latinosunk, ő azt mondta, hogy például lehet ilyen ruharendezgetés, tehát mondjuk átrendezgette a tógáját az egyik oldalról a másikra. A magyar politikai életben, hogyha elmegyünk a dualizmusig, akkor a disszidensek azok nem voltak mások, mint azok a politikusok, akik egy meglévő pártból átültek egy másikból, vagy újat alapítottak és odaültek át. Ők voltak az adott pártnak a disszidensei, az átülői, hogyha így tetszik ebben a formában. Tehát mindig nem következik a disszidensből, hogy az egy kivándorló csoportot jelöl meg, és látszik a fogalmakból is, hogy ezek nem negatív fogalmak. Mégis valahogy úgy érezzük, hogy ez a disszidens ez egy kicsit ilyen csúnyább megfogalmazás, hogy miért van ez. Hát itt jön be a politika és az 1945 utáni magyar történeti valóság. Ugyanis, hogyha elkezdjük megnézni az újságcikkeket, megtettem ezt a aljasságot, hogy mégis ők mire használják az adott korszakban a disszidens és az emigráns fogalmakat, akkor a disszidenseket kifejezetten olyan politikusokra használják, akik 1944-45 után ugye kimaradtak, itt diplomatákra gondolok, és megjelennek ilyen cikkek 46-ban a Népszabában, hogy az hazaáruló disszidensek. Hazáruló disszidensek. Tehát két fogalmat társítottak, és ezért érezzük, hogy itt valami nem stimmel, és 1956 után pedig a Kádár korszakban nem véletlenül nyúltak vissza a disszidens fogalmára, ezért, mert ők már pontosan értették, hogy ez egy negatív fogalom, és ugye társítottak hozzá egy másik gondolatot, hogy a gazdasági kivándorlók a disszidensek, az emigránsok pedig politikai emigránsok, tehát ők politikai okokból menekültek. Ezt meg azért tették, mert a 45 utáni korszakban is ennek volt jelentőség. Az emigránsok lettek ugye, úgy lehet mondani, a kommunistáknak a nagy előképei, akármilyen furcsa például Kossuth Lajos, aki ugye kiment emigrálni, tehát ő ugye a jó emigráns, a jó fiú. A disszidensek meg azok, akik ugye hát ilyen gazdasági okokból vagy valamit loptak, és úgy mentek el ugye külföldre, és ugye hiába voltak ők is munkatott esetben politikusok. Nota bene, 56 után ez annyiban változott, hogy azok, akik 44-45-ben, meg későbbiekben mentek ide, nem 56-ban, és mégis úgy tűnt a Kádár korszak számára, hogy befogadóbbak, elfogadóbbak a Kádár korszak szempontjából, nem támadják magát Kádár Jánost és itt kialakuló rendszert. Ők viszont megkapták az emigráns titulust, mert jó fiúba csúsztak át, és a disszidenseket meg meghagyták ugye az általuk rosszindulatúaknak vélt emberekre. Az 56-osokat elég mélyen érintette ez a disszidens megfogalmazás, és amikor kimentek külföldre, majd amikor elkezdtek hazalátogatni, ugye ők is találkoztak ezzel, hogy ők a disszidensek, az a helyzet, hogy ők megszokták. Tehát amikor az ember készít velük interjút, nem is érzik a különbséget logikusan, hiszen nem érzik, hogy azért valami probléma van persze, de sokszor saját munkra is azt mondják, hogy disszidensek, de alapvetően ez egy pejoratív szó lett Magyarországon, hogy a disszidens vagy az emigráns, és ekközött is jól érezhető különbséget teszünk, holott alapvetően a tövegben nincsen különbség, csak politikai okok miatt. Nem tudtam rövidebben válaszolni rá, mert ez ennyire bonyolult, de sajnos ez a helyzet. Tehát maguk a nyugatra emigrált, disszidált magyarok, ők nem érezték ennek a negativitását egyébként, hogy őket disszidensnek hívja a rendszer? Valaki igen, valaki nem, de ők is elkezdték saját magukra használni ezt a fogalmat. Tehát ha most például interjút készítenénk egy 56-ossal, keverni a kettőt.
Tehát mondana ezt is, mondana azt is, hiszen a rendszer mindenkit úgy állított be későbbiekben, hogy ők a megtévesztett fiatalok, ismerjük ezt, a gazdasági okokból, ugye kivándoroltak, kalandvágyból mentek el, és hát ők ugye a disszidálók. Az emigránsok nem, hát ugye ők 1848-49-eseknek voltak föntartva, meg azoknak, akik esetleg ugye a Rákosi rendszer elől menekültek el, hiszen tudjuk, hogy a Kádár korszakban a Rákosi rendszert is megkérdőjelezték, ugye 63 után meg különösen. Azok az emberek, akik elhagyták Magyarországot az 56-os forradalom során, vagy a vége felé, ők mit lehet tudni róluk? Mennyien voltak olyanok, akik fegyveres eseményekben vettek részt, vagy politikai menekült volt, és mennyi volt az igazsága annak, hogy valóban ilyen gazdasági, tehát jobb élet reményében nyugatra távozóak voltak többségében? Igen, a történészek mindig szoktak különbséget tenni. Valóban a legkevesebb része az volt, aki fegyverrel harcolt. Tehát aki ténylegesen mondjuk ilyen cselekményt elkövetett, de azért és ugye félt attól, hogy ebből lesz valamilyen retorzió, de azért ne felejtsük el, hogy elég volt mondjuk egy eseményen való részvétel. Készült róla az emberről egy-két sajtófotó, mondjuk nyugaton azt publikálták, vagy mondjuk az ott lévő magyar filmhíradó, vagy másmilyen okokból készítettek róla egy felvételt, ezeket ugyanúgy felhasználott tartalom, tehát attól még, hogy valaki ott volt úgymond szemlélődőként, itt most idézőjelet használok, és ott állt és végignézett egy ilyen eseményt, az nem jelentette azt, hogy őt okvetlenül nem próbálják majd valamivel megkeresni, pláne úgy, hogy esetleg a ő neki vagy a szülei múltjába volt valami olyas valami, amit most újra erőtöttet tudtak venni, például X-es volt, ugye osztályidegen a szülei származása miatt, vagy egyéb történet, azokat is ugyanúgy föl tudták húzni, vagy ne felejtsük el azokat a fiatalokat, akik meg kifejezetten ugyanilyen osztályidegen mi voltukból adódóan, azért mentek el, hogy végre tudjanak érettségizni, hiszen Magyarországon erre nem volt lehetőség a 40-es évek végétől. Nem, vagy nem tudtak egyetemre menni ugyanígy származási okok miatt. Tehát amikor gazdasági okokról, vagy a gazdasági okokról beszélünk, vannak azért olyan emberek, akinek egyszerűen ellehetetlenült a hivatásának a gyakorlása, pont amiatt, mert ő is osztályidegen volt, vagy esetleg valami olyasmit ráúztak ugye a Rákosi rendszerben, ami miatt el kellett menekülnie. Úgyhogy én Király Máriát idézném, király család, ugye két testvérével ment el Svájcba 56-ban, majd a szülők is később utánuk mentek, ő azt mondta, hogy ők tulajdonképpen a reménytelenség menekültjei. És én azt gondolom, hogy ez így van, tehát a forradalom és a szabadságharc után, amikor látható bekövetkező bukás után, 1956. november 4-e után megy el ugye a nagy többsége ezeknek a menekülteknek, akkor volt bennük egy olyan érzés, hogy ők azért mennek el, hiszen vissza fog jönni a Rákosi rendszer brutalitása. És sok szempontból teljességgel igazuk volt. Nézzük meg a megtorlás alatt, hogy mi történt Magyarországon, milyen politikai manőverekbe bocsátkozott Kádár János, és hogy mi történt itthon, és valóban mind gazdaságilag, mind politikailag, mind egyéb szempontból rosszabb lett. Tehát elvesztették azt a reményt, hogy egy győztes forradalom és szabadságharccal ezek a gazdasági és politikai problémák meg fognak oldódni, és mindenkinek egy élhetőbb országa lehet majd. És azért mondom, hogy ez szerintem egy átidaló megfogalmazás, a történészek talán kevésbé szeretik használni, én azt gondolom, hogy ebben van a legtöbb igazság. Másodszorban pedig azt is figyelembe kell vennünk, hogy azok a gazdasági problémák, amik elől menekültek ezek az emberek, hiszen az is benne van vaskosan, minek köszönhető, hát megint a politikának. Nyilvánvalóan 45 után becsatlakoztatták ezt a magyar gazdaságot egy szovjet érdekszférába. Nagyon tudjuk, hogy a Szovjetunió maximálisan ki kellett gazdaságilag is szolgálni. Hát nyilvánvalóan ennek voltak következménye a jegyrendszertől megmaradásától kezdve nagyon sok mindenen át, meg az áruhiányon át, meg annak a problémának a hiányát, hogy egyáltalán miből fognak megélni, és hogy mi fog velük történni. Ki voltak gyakorlatilag teljes egészében használva, nem beszélve mondjuk a norma rendszerről és minden egyébről, ami alapján ugye majd meg tudták keresni a napi kenyerüket. Tehát, hogy ez mind-mind politikai probléma volt. Tehát amikor gazdaságiról beszélünk, vagy gazdasági menekült okokról, annak a mélyében is politikai problémákat fogunk találni valójában. Mennyire volt színes egyébként az a tömeg, hogy csak nem 200 ezer ember hagyta el akkor Magyarországot? Nagyszüleimnek voltak olyan szomszédai, akik például túlélték Auschwitzot, és az 56-os események során úgy érezték, hogy itt előbb-utóbb ismét megtalálják a zsidókat, úgyhogy ők Brazíliába távoztak. Illetve én nekem is volt módom beszélni 56-os magyarokkal, és volt olyan, aki azt mesélte, hogy itt a közösségben, ahol ők élnek, mindenki előadja, hogy ő mekkora 56-os szabadságharcos volt, de én tudom, hogy Gipsz Jakab, ő ávos volt. Igen, azt nem lehet mondani az 56-os menekültekre, hogy egy nagy homogén tömeg lett volna.
Ez igaz és tényszerű. Meg kell néznünk ugye az elosztást. Nagy részében, tehát az egyharmad részéről beszélünk, itt 25 év alatti fiatalokról beszélünk. 10 000 olyan menekültünk volt, aki még a 15. életévét sem töltötte be. Ugye ezeknek a jelentős része nyilván a szüleivel távozott Magyarországról. A nők aránya ugye szintén egyharmad a kétharmadhoz, tehát jelentős részben férfiak, fiatal férfiak vándoroltak ki, és az is igaz, hogy amikor kimentek, akkor már önmaguk között is megkülönböztetést tettek. Általában egy 56-os menekült azt kérdezte először a másiktól, hogy te mikor mentél el. Már ebből már meg lehetett állapítani azt, hogy ő mikor döntött úgy, hogy ott hagyja az országot. Nyilvánvalóan, ha valaki minél később ment el, akkor abból következtetett, hogy esetleg ő harcolt is, ugye tevékenyen ő valamilyen fajta harci cselekményben vagy egyéb dologban részt vett, de ha november 4-e előtt ment el, azt ők nem tartották 56-os menekültnek, pedig azért azt is megjegyezünk, hogy már 1956. október 23-án elindul, ha nagyon kis mértékben is. Ezeknek egy része az előző rendszer kiszolgálója volt, tehát a Rákosi rendszer szereplőiről van szó, volt ávósokról, AVH-sokról, de vannak olyanok, akik azért mennek el, mert ugye ott van közel a határ, és ahogy mondtam, rengeteg problémájuk volt a rendszere, ők vannak ugye kisebb részben, ebben az október 23-án elindult szivárgásban, mert ez még csak szivárgásnak nevezhető tömegben, de ezek is ott vannak. Nyilván őket sem tartják jogosan, azt mondják rájuk, hogy te nem politikai okokból mentél el, hanem tehát maguk között is tesznek különbséget. Ráadásul, hogy még nehezebb legyen ennek a problémának a kezelése, beszélnünk kell arról, hogy ott vannak az 1944-45-ben, és az azt követően kiment magyarok, akikről beszéltünk, disszidensek, emigránsok, és a többi, na ő hozzájuk sem akarnak természetesen alkalmazkodni. Tehát azt mondják, hogy mi 56-osok, mi nálatok nyilvánvalóan különbek vagyunk. Egyrészt itt vannak azok, akik valamilyen szinten, ha más nem az úgynevezett népi demokráciában, itt is ugye idézőjeleket használok, együttműködtek a kommunistákkal, vagy ne adj Isten, te mondjuk Szálasi Ferenccel futottál annak idején, és ugye így kerültél ki nyugatra, hát veled aztán meg végképp nem. Tehát ugye látható, hogy itt is nagyon megosztott, már önmagában a kint lévő emigráció sem tekinthető heterogénnek, illetve homogénnek, és azok is, akik kimennek, ők sem tekinthetők homogénnek. Tehát akkor a kinti csoportok között is van egyfajta ellenállás és szembenállás. Igen, és nyilvánvalóan, amikor kiérkeznek nyugatra, akkor ezek már a kint lévő emigráns szervezeteknél az a kérdés, hogy kinek ki az embere. Tehát, hogy ki fog majd ugye hozzájuk becsatlakozni. Nyilván mindenkinek megvan a saját elgondolása, hogy a szabadságharcok majd ugye szabadságharcos szövetség, és egyébként ez hogy fog majd viszonyulni mondjuk Nagy Ferencékhez, Két Liannának a szerepe. Tehát ugye erről nagyon sokat írt Borbándi, tehát nagyjából ismerjük ezeket a történeteket, de egymás között is vannak nyilvánvalóan ellentétek. És ami nagyon fontos, mivel rengeteg fiatal megy ki 56-ban, jó részük nem politizál kint. Amit meg nem értenek a kinti, már előzőleg ugye a Rákosi rendszer alatt kimenekült különböző fajta politikusok, hogy most ők akkor velük mi van. Nagyon egyszerű a dolog nyitja, fiatal emberekről beszélünk, fiatal hölgyekről, nyilván meg akarják találni a saját számításukat nyugaton, be akarnak illeszkedni abba az adott társadalomba, és hát szeretnének dolgozni, és valahogy miből megélni. Tehát nyilvánvalóan nem ez lesz az elsődleges gondjuk, de azért az jelezném, az nem jelenti azt, hogy ők nem küzdenek akár honvágyjal. Nagyon sokan azért akarnak Ausztriába maradni, amikor ugye elkezdődik a válogatás, meg hogy ki hova menjen, meg a vágyaknak és a válogató országoknak a párosítása, mert ez is egy külön téma lehet mondjuk a magyar emigráció történetében. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ők azért maradnak Ausztriában, hogy hát, hogyha jobb lesz Magyarországon. Azért ez nem egy olyan dicsőséges történet, hogy kimennek, és akkor mindenkiből az lesz, amit szeretne, meg hogy ez milyen jó, hogy ők menekülnek. Tehát ugye ez is egy tipikus Kádár korszakbeli toposz, ami mai napig is föltűnik a társadalomban, hogy ugyan már az 56-osokat, azokat mindenki nagyon szerette, tártkarra fogadták, az lett belőlük, amit szerettek volna, mi meg itthon ugye, akközben nyomorogtunk, bocsánat. Tehát ez nem ennyire egyszerű ez a kérdés sem, hiszen gondoljunk bele, ha valaki elmegy nyugatra, az itt hagyja mondjuk adott esetben a családját, szűkebb vagy tágabb családját, barátait. Megszakadnak azok a társadalmi kapcsolatai, amelyek azért mégiscsak meghatározták a napi életét. Elveszíti a közvetlen környezetét, és kint egy teljesen idegen társadalmi struktúrába kerül, ahol be kell illeszkednie. És innentől kezdődnek el a belső-külső problémák.
hogyan fogadják őket, és ő mennyire tud vagy akar ebben az egészbe beilleszkedni. Ha valaki politizálni akar folyamatosan, és abban a területen találja meg a számítását, nyilvánvalóan nehezebben fog beilleszkedni, hiszen azokkal az emigránsokkal fogja föltartani a napi kapcsolatokat, akik szintén politizálnak. Magyarul beszélgetnek, megvan a saját kis mikroklímájuk, nem biztos, hogy azt megosztják a befogadó társadalommal, és ennek sokkal nehezebb megérteni az adott társadalomnak a működését. Nem biztos, hogy ez a követendő út. Én azt veszem észre, hogy azok az emigránsok lettek igazán sikeresek, akik valamilyen módon egy kettős identitást tudtak kialakítani. És ezt most abszolút pozitív értelemben tudom használni. Tehát kimentek nyugatra, megismerték az adott nyugati társadalmat, elértek bizonyos eredményeket. Ne felejtjük el, azért körülbelül 3200 egyetemista és főiskolás megy ki. Ez körülbelül a 10%-a a magyar egyetemeken és főiskoláknak tanuló létszámának. Abban az időszakban ez óriási szám. Ők kint ugye javarészük el tudta végezni aztán majd ezeket az iskolákat, befogadta őket a társadalom, és ugye amikor tudtak meg, nyilván hazajöttek, és ők magyarok voltak, kint is mindig elmondták, hogy magyarok, de elismerték azokat a vívmányokat, amiket ott kinyugaton tapasztaltak ezekben a társadalmakban. Például a soproni bányaipari kar, az egész mindenki, a tanárok, oktatók, diákok, mindenki kiment, és Vancouverbe fogadta őket. Igen. Lett ott egy erdészeti szak valóban, és fantasztikusan jól működött a dolog. Nagyon sokat profitált belőle Kanada, tehát itt megint arra a témára lyukadunk ki, hogy kiből mi lett, ha lehet ilyet mondani. Ez egy hármas játék, én azt gondolom. Először is az adott menekülttől nyilvánvalóan függ, hogy ő mennyire tudja elfogadni azokat a dolgokat, amik kint vannak. Hát ugye az amerikai bevándorlásügyi hivatalnak tisztviselőjével jelent meg a New York Times-ban egy cikk 56 után, ő azt mondta, hogy ők a legjobb menekülteket kapták eddig Amerika történetében. Hát nyilvánvalóan ezt megelőzte egy válogatás már. Fontos feltétel volt az amerikaiaknak, hogy valaki beszél angolul. Hát, hogy ez egy pluszpont volt, van-e rokonság, ugye az meg pláne, hiszen van egy jótálló kint, meg hogy mi a szakmáj. Tehát azért mondjuk egy mérnököt, egy orvos nyilvánvalóan sokkal inkább befogadott az Amerikai Egyesült Államok, mint egy olyan embert, akinek mondjuk még egy szakmunkás bizonyítvánnyal sem rendelkezik. Tehát valóban a beilleszkedés volt az egyik faktor, a másik pedig a fogadtatás, hogy mennyire. Hát 56 után azért el kell, hogy mondjam, hogy voltak olyan országok, ami komoly lelkiismereti problémával küzdöttek, például Nagy-Britannia. Szuez miatt. Tehát akkor erkölcsi kötelességünkbe fogadni érezték az 56-osokat, igen, ezt is ezt is érezték nagyon sok államban, hogy itt van egy ilyen kötelezettség, hiszen nem tudtak segíteni a magyaroknak más módon, akkor legalább ugye így megmaradjon. Viszont az is érdekes, hogy például Angliában az okozott problémát többek között, hogy nagyon sok magyar azért ment oda, mert azt gondolt, hogy ha nem jutottunk el az Amerikai Egyesült Államokba, akkor mégis már ott vagyunk a tengeren túlnak, egy picit a határán. Tehát ha már eljutunk ugye a kontinensről kívül, hát hogyha Nagy-Britanniából átvesznek minket. És ők úgy érezték, és úgy is mentek, hogy kaptak ilyen üzeneteket a nagypolitikától. Való igaz, hogy amikor elindultak ugye a pályaudvarról, Bécsből, akkor ott megjelent, hogyha jól emlékszem, az egyik angol diplomata, és tette egy olyan kijelentést, hogyha ott nem érzik jól magukat, és hogyha befogadják őket, máshova tovább vándorolhatnak. Hát ők ezt készpénznek vették. Csak hogy ezek az országok nem csak Magyarországon segítettek, hanem Ausztriának is a befogadása, hiszen ezt a fajta menekült tömeget, ne felejtjük el, hogy 1955-ben vált csak függetlenné Ausztria, ugye az osztrák államszerzést 55 májusában kötötték meg, utána vonultak ki a szovjet csapatok és ugye az egykori szövetséges csapatok, tehát a nyugati hatalmak, utána ez független, hát óriási gazdasági gondjaik is voltak, és már 45 után fokozatosan azt lehet mondani, hogy Ausztria kvázi menekült depóként üzemelt, bocsánat, hiszen nagyon sok úgynevezett displaced person, tehát hontalan élt ezekbe az országba, akik a második világháborúnak köszönhetően veszítették el a hazájukat. Tehát róluk is kellett gondoskodni, valamilyen szinten ez a probléma sem oldódott meg 56-ig, tehát mindig voltak olyanok, akik 45 után is ott voltak Ausztriában, és ezt a vendégszeretetet élvezték, úgymond, és erre érkeztek meg a magyarok, hát Ausztria nyilván föltette a kezét, hogy bocsánat, most segítsen a nemzetközi közösség. Amikor a magyarok megérkeztek Angliába, és elkezdték mondogatni, hogy tovább szeretnének menni, hát hogyha valaki ismeri a Nagy-Britanniának az általános gondolkodását, ugye a nagyhatalmiság, ha már akármennyire halódó nagyhatalmiság is, hát azt mondták, hogy kérem szépen, mi ezeken az embereken segíteni akarunk, és ezeknek egy jó része tovább akar vándorolni. Hát mi ez a disznóság?
Hát erről nem volt szó. Mi nem azért hoztuk oda őket, hanem azért, hogy mondjuk adott esetben bányamunkán alkalmazzuk őket, mert éppen olyan hiány volt, vagy hogy a fiatalokból ugye értelmiségit neveljünk majd valami úton, módon a használhatóbb részében, és nem arról volt szó, hogy ők meg azt mondják, hogy bocsánat, én szeretnék innen tovább menni Amerikába, vagy Ausztráliába, vagy Kanadába, tehát hogy erről nem volt szó. Tehát itt azért a cikkekben megjelenik ez a menekültekkel kapcsolat, és próbálják az okát ennek kutatni. Tehát azért vannak ilyen, úgy mondom, apró problémák, amiről ritkán szoktunk beszélni, de talán érdemes. És hát ugye erre lesz jó majd Veritas estünk mindenféleképpen. A hidegháborúban egyfajta politikai ütőkártya is lehetett a magyar emigráns, vagy a magyar menekült tömeg, hiszen ezek az emberek így lehetett adni, hogy a kommunizmus elől menekülnek. Úgyhogy nem tudom, egyszer valahol olvastam, talán egy Olaszországban menekült magyar mondta, hogy őket előszeretettel telepítették le olyan városok mellé, ami erősen balos vezetésű volt, ugye rettentő példaként, hogy lám, ezek az emberek a megvalósult kommunizmus elől menekültek. Nagyon jó, hogy ezt erre a témára is rátértünk. Igen, voltak olyanok, és voltak olyan vezetés, aki kifejezetten látott ebben lehetőséget. Kudella Pálnak és Kuda Juditnak jelent meg nemrég egy tanulmánya, amelyben ugye foglalkoznak az ázsiai hatásokkal, menekültek, ezzel ritkábban szoktunk foglalkozni. Hát, hogy akkor is megvolt ez a mostani probléma, Észak-Korea, Dél-Korea, és a dél-koreai elnök Lee Sin-man úgy döntött, hogy ő be fog hívni ugye magyar menekülteket, akik majd az egyetemen előadásokat fognak tartani arról, hogy milyen volt a forradalom alatt, tehát magyar emigránsokat. Ezek a magyar emigránsok el is jutottak Dél-Koreába, és nyilván ugye elmondták a különböző ügyeket, dolgokat. Igen, ám csak Lee Sin-man arra nem számított, hogy hát be fogják mutatni a magyar szabadság eszményeket is. Ő meg egy kicsit ilyen diktátor hajlamú politikus volt már, bocsánat, és azt fordult vele elő, hogy azok a fiatalok, akik végighallgatták ezeket a magyarokat, 1960-ban föllázottak ellene, és megdöntötték a hatalmát. Tehát ilyen is előfordult. Vagy hogy egy mai ügyeket is emlegessünk, hát én nemrég hallottam kollégától, hogy Japán például előszeretettel, mert ugye a magyar forradalomnak és szabadsághoznak önmagában is van politikai üzenete, tehát a mai napig is Japán előszeretettel fordítgat le magyar 56-ról szóló könyveket, és adja oda a japán fiataloknak, mondván, hogy hát itt van egy észak-koreai veszély, olvasgassátok, hogy a magyar fiatalok hogyan álltak helyt egy kommunista diktatúrával szemben, tehát megpróbálják fölkelteni a japán fiatalokban a patriotizmust a magyar események kapcsán. Tehát, hogy van egy ilyen hatás valóban. November 7-én, kedden 18 órakor a Budapesti Gazdasági Egyetem aulájában tart előadást a Veritas Történetkutató Intézet tudományos munkatársa, Rácz János történész az 56-os emigrációról. Az elmúlt percekben a külföldön élt magyarokról beszélgettünk. Az ő nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető, Pál Amanda. Kulissza.